Szerintem egy nőnek nem csak anyának kell lennie, hanem nőnek is, mert hogy a férjének ő nem egy anya lesz csak, hanem ugyanúgy marad a felesége, élettársa. Sziasztok! Sziasztok! Na hát itt a magyarázat. Itt van a magyarázat arra, hogy miért pillamami, bár már nyilván ezt nektek elmagyaráztuk, megmutattuk, de most itt a munkahelyeden és kismamaként is dolgozol. Igen, muszáj. Ez nekem a kikapcsolódás, illetve nekem ez az álommunka, úgyhogy ez nekem nem teher, szoktam azt mondani, sőt inkább a lefoglalás. Szükséged van rá tulajdonképpen? Igen, hát én... Lelkileg? Lelkileg is, fizikailag is, hogy azért bírjam, ne hagyjam el magam, lefoglaljam magam. Nem akartam olyan kismama lenni, aki otthon ül és csak így van, úgyhogy nekem ez a döntésem volt, hogy amíg lehet, amíg nem tiltja az orvos, addig dolgozunk, úgyhogy ezen vagyok. Visszább vettem, mert most már csak ilyen napi 3 vendéget csinálok meg, de dolgozom még mindig. És mit szól hozzá a kisfiad, hogy itt vagy? Nem mindig örül neki, mert... ha sok neki, akkor elkezd bekeményedni a hasam, és akkor rúgdal, akkor tudom, szoktam mondani a vendégnek, mindjárt jövök, csak fel kell állnom, mert mondom, hogy gyereket el kell helyeznem. Egy hónapja, napi 5 vendéget megcsináltam, az sok volt neki, azt éreztem, meg nekem is sok volt, aha. És akkor így azért a napi 3 vendég, ez bőven belefér, úgyhogy... De is vegyi anyagok nincsenek ebben a... történetben? Tehát, a ragasztó van, amit lélegzel, de erre fel szoktuk venni a maszkot. Bár most már én egy kicsit elhagytam ezt a maszkot, mert amúgy is a terhességtől most már kezd bedugulni az orrom, és nem kapok levegőt, nem hogy még a maszkba, még azt rávegyem, de a maszkot inkább most már azért szoktam otthon is hordani, meg itt a munkába is, mert otthon is szoktam dolgozni, mert a vendégektől jön ez a vírusos influenzás szezon, és akkor nem akarom elkapni a betegségeket. Ezzel próbálom magam védeni, de most itt a... reméljük, nem lesz semmi probléma. Te milyen várandós vagy egyébként? Ugye most már azért a vége felé járunk, tehát a 3. trimeszterben vagy. Hogy milyen volt a várandóságod? Volt egy kismamátok, aki annyira jól megfogalmazta, és pont fehérvári volt, és ő, emlékszem a videóban ezt mondta, hogy nappal várandós, éjszaka terhes. Na, én ugyanez vagyok most már, hogy napközben semmi bajom nincsen, éjszaka szenvedek, de akkor már nagyon, mert sehogy nem kényelmes feküdni. Most már készül szerintem a szervezetem arra, hogy keveset fogok aludni, annál többet leszek fent. Igen, de mondtad, hogy egyébként az eleje így teljesen nagy, nekem volt. Nekem nem kivéve volt. Azt, és nézzétek meg majd azt a részt is, hogy azért volt aggodalom bőven az elején. Aggodalom volt. De ez egy korábbi, igen, korábbi trauma miatt. De egyébként meg nem voltam rosszul, nem volt hányás, nem volt rosszulét. Egyetlen egyszer volt, mikor mentünk Horvátországba a hajnalba, nem ettem, valamikor 4-kor indultunk, és... az autóba hátra ültem be, és akkor lettem egyetlen egyszer rosszul. Úgyhogy akkor is előfordult volna. Az lehet, hogy igen. Nem kell mindent a várandóságra fogni. De hogy hála jó Istennek, nekem tényleg nem volt soha semmi problémám. Csak ez az aggodalom volt az első 12 hétben. Szerintem mindenkit kicsináltam vele. Lemostam a szempilláját, a sampont, sima csapvíz, azzal mosom le, mert a szempilla sampont, hogyha rajta marad a szempillátokra, összeáll, ugyanúgy, ahogy a hajatokba zsírosodik. És akkor ilyenkor szoktam a vendégnek adni egy zsebkendőt, és ezzel ő törölje meg, így itassa fel a vizet. Mert akkor csinálja? Igen. Feladat van. Mert így ők érzik, hogy mennyire erősen. Csak mert én meg lehet, hogy... majd a szemem. Igen, mert neki mindig könnyezik a szeme. Akik ilyen törzs vendégek, elmesélted nekik, hogy kisbabát vársz? Van, aki előtt lebuktam, aki már annyira ismert, hogy... Aki már annyira ismert, hogy rám nézett és már tudta, meg nekem nagyon hamar meglátszódott a hasamon, úgyhogy... És drukkoltak?
Igen, de közben meg a mai napig mindig azzal vannak, hogy most mi lesz velük, hogy... És akkor mindig mondom, hogy nyugi, csak fél évet kell kibírni, úgyhogy... Szerencsém van velük, nekem tényleg nagyon jó vendégköröm van, úgyhogy... Hát ez az karácsonyi szezon, ez a nem kellemes, mert én mondtam, hogy ugye pont karácsonyra vagyunk írva, úgyhogy... De mondtam, hogy... Végül is a véghajrá, amikor a legtöbben a pillákra várnak. Igen, igen, úgyhogy ezért is az olyan vendégektől elköszöntem azért már egy jó ideje, akik nagyon pilla fanatikusak, mert mondtam, hogy ha le kell mondanom, nyilván ez nekem nem kellemetlen, mert ugye ez egy szükségállapot, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de viszont a vendégekkel sem szerettem volna kicseszni, úgyhogy... Igazából... Neked van pillá? Nincs. Nincs pillá. Nem, mert én egyszerűen magamtól sajnálom ezt az időt. Én a fodrászra nagyon sok pénzt költök, de nekem a szempillám az, hogy én egy két órát itt feküdjek. Az nem. Csak mondom, hogy ez ugye ellenreklám. Tehát igen. Nem írjuk ki, hogy reklám. De nem, én tényleg nem szeretem. Meg nekem elég hosszú szempilláim vannak. Egyébként szép, igen. Úgyhogy én nem szoktam magam. Nagyon ritkán van. Szerintem a terhességem előtt le is vetettem, mert meg még ott voltam rosszul, mert ahogy elfeküdtem vízszintesbe, egyszer pont ott voltam, és tök ciki volt, mert mondtam, hogy fekekkel. Nem tudta, hogy mi a helyzet. Mondtam, hogy ne haragudj, de rosszul vagyok. És így nem mertem már. Én nagyon jól el vagyok nélkül, néha kisminkelem magam, mert én nem vagyok ez a nagy sminkelgetős, úgyhogy nekem nincsen, én nem, mondom, nekem fontosabb a hajam, mint a műszempilla, de nekem van olyan fanatikus vendégem, aki ha nem jön két hetente, hát már minden baja van. Minden vendégnek felszoktam ragasztani a szemhéját, ez azért kell, mert amikor egyenes a szempillájuk, akkor rámegy az alátétre, és ráragad az alátétre, és csak egy kicsit... Igen, nekem is felszoktam. Ez így néz ki ilyenkor, de jó. Szoktam mondani, hogy krasznai kettő vagyok. Elmesélem, jó? Ja, igen. Kiválóan ránctalanít az. Nem olyan tartós, de... Mindössze csak másfél óráig tart. Volt, akit már véletlen elengedtem, mert ez annyira bőrszínű, hogy lekapcsoltam a villanyt, és így kiment az ajtón, és így röhögve küldte nekem az üzenetet, hogy rajtam maradt, mondom, te jó Isten. Én azért szeretem ezt az egészet csinálni, mert nincs két egyforma szempilla, és a vendég lefekszik naturon, semmi smink, és csak felteszel egy szép szempillát, és teljesen megváltoztatja az arcát, és... Hát kiemeli a szemet. Teljesen, ott meg karakteres lesz meg tőle az arca. Igen. Meg hát nyilván sokkal kényelmesebb, mint mondjuk folyamatosan sminkelgetni, spirálozgatni. Ezt is ugye ápolni kell. Én szoktam mondani, hogy azért kell ápolni, van szempilla sampon. Nem kell azért sajnálni, nyugodtan meg lehet ezt, le lehet ezt mosni. Nyilván a szabályokat betartani, nem dörzsölni a szempillát azért, de... Akkor neked nem lesz ilyen. Te nekem sose mondtad, hogy szempilla sampont kéne használnom. Hát neked szempilla sampont? Azt sem tudtam, hogy van ilyen. Édesem, karácsonyra szívesen veszek neked. Van nálatok? Igen, igen. És akkor figyelmeztetlek minden reggel borotválkozás mellé, okés? Te Patrik, te tudtad, hogy van szempilla sampon? Nem, úgy jártam, mint te, és én sem tudtam. Neked mi a véleményed arról, hogy van azért két tábor, akiknek az egyik tábor ugye azt mondja, hogy én attól, hogy anyuka vagyok, vagy attól, hogy kismama vagyok, ugyanúgy szeretek figyelni magamra, és akkor van a másik tábor, hogy egy anyukához nem illik, hogy most nem tudom én sminkeli magát, stb. Neked mi a véleményed erről? Hát, hogy de legyen igényes. Ez egy hülye hasonlat, de voltunk a Csányi Sándornak, van egy előadása, egy ilyen egyszemélyes előadása. Igen, mi is voltunk ott. Igen, és ő benne most voltam, most melyik volt ez? Hát a második része, és abban volt a hét fő ok, hogy a válásnak, és akkor abban volt az egyik az, hogy amikor a nő elhagyja magát, hogy előtte tip-top a nő, és akkor utána meg csak a gyerek körül forog minden. Én mondtam a férjemnek, hogy annyira várom azt a pillanatot, amikor lemegy rólam a hasam, az se érdekel, ha Mekibe viszel vacsorázni,
De biztos lehettek abban, hogy én magas sarkut veszek fel, szép ruhát, nem ezeket a bőruhákat, mert én nem ezt szoktam meg, ő nem ezt szokta meg, és én szerintem egy nőnek nem csak anyának kell lennie, hanem nőnek is, mert hogy a férjének ő nem egy anya lesz csak, hanem ugyanúgy marad a felesége, élettársa. Arról is szó van, hogy amikor anyává válunk, akkor sokszor lemondunk önmagunkról, igen. És akkor egyszer csak két év múlva tükörbe nézünk, és azt mondjuk, hogy úristen, ez ugyanaz a nő. És hogy ez nyilván szintén nem jó, hogyha önmagunkat nem tudjuk karban tartani, és hogyha magunknak nem tudunk megfelelni. Akkor igen. Mert végülis ez a legnagyobb probléma, igen. Nem is a fértelen. Én például mondom, hogy nekem ez nagyon fontos, hogy én tényleg nekem a terhességben is az a jó, hogy nem hisztem meg olyan szinten, mert én ettől féltem, hogy az Úristen, te megváltozik nyilván az embernek a teste, és Patrik is múltkor mutatott egy képet rólam, hogy álltam a szobában, mondom, Úristen, Patrik, te még emlékszel arra, hogy nem volt hasam, hogy ezek azért, nekem például fontos. Én mondtam, hogy nyilván azt azért elmondom, hogy a testet 9 hónap alatt változik meg, és én ezt mondtam is Patriknak, hogy én nem szeretnék a 3. hónapban már kint lévő bordákkal lenni. Nem a fitnességem, de azért én szeretnék. Én előtte is jártam konditerembe, elkezdtem a terhesség előtt futni, és ez már tök jól ment, ezt tök szerettem. Meg is szerettem aztán, mert azért az igen, elején... Igen, az olyan adrenalin, ami úgy köt. Igen, az elején nem, az elején 100 métert nem bírtam lefutni, és akkor elkezdtünk járni Patrikkal, és így mondtam, hogy... Aztán utána már volt, hogy egyedül elmentem futni, és mondtam, hogy nyilván sietetni nem szeretném, de nem szeretnék az lenni, aki... És ezt mondtam is Patriknak, hogy szóljon rám, hogy amikor... elhagynám magam, mert én ezt nem szeretném. De erre nem lesz esélye, hogy szóljon, mert nem fogom elhagyni magam, úgyhogy... Hát igen, és ez talán jó zárszó is, hogyha 9 hónap kell ahhoz, hogy átalakuljon a tested, hogy anya lehessél, akkor 9 hónap kell elegendő legyen arra, hogy újra nőként is megéld a saját testedet. Úgyhogy... Nektek erről mi a véleményetek? Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Itt.